Sziasztok! Mai napon ilyen kopott öreg gömböket fogunk újra hasznosítani. Ugye nincs más dolgunk, mert levesztük a tetejét, és félrakjuk. Utána az egészet ugye leporoljuk, megtisztítjuk kicsit. Fehér homlokzat festékkel, és szivacsa az egészet bepamacsoljuk. Egy vagy két rétegben. Ha egy rétegbe pamacsoljuk be, akkor így fog kinézni. Úgyhogy ha megforgatom, lehet látni, hogy egy icipicit itt helyenként átlátszik a piros alatta, és ezáltal ilyen különleges hatás jön létre. Így is díszíthetjük már, vagy lefessük két rétegbe, amikor sokkal fehérebb lesz, és már nem látszik át az alsó réteg. Ugye lehet látni a különbséget, és így is díszíthetjük. Kinek ugye melyik tetszik, vagy mit szeretne belőle csinálni. Természetesen, ha aranygömbünk van, és azt pamacsoljuk át egy rétegben, akkor itt az arany fog átlátszani egy kis foltokba. Majdnem olyasmi, mintha repesztve lenne az egész gömbünk. De csak majdnem. Tehát ilyen érdekes hatása van. Nagyon jól néz ki egyébként. Azért homlokzat festékkel festjük ezt most, de lehet csinálni addig ezt szóval is, hogy a gömbre sokkal jobban tapadjon, mint a falfesték, ezáltal sokkal időjárásállóbb lesz, és tartósabb. És ugye jól fed is. Aztán, ha gömböt díszítünk, ugye én nyomtattam ki felvételre ilyen kis képeket, ez nekem most elég apró lett, lehet ennél sokkal nagyobbat is nyomtatni. Ugye mindig azt nézzétek, mekkora a gömbötök, és nagyjából hogy mutat rajta a kép, azt szerint kell ugye rá képet nyomtatni, hogy mekkorát szeretnétek. Utána ugye mindig fejtörést okozott, hogy tudjuk egyenletesen feldíszíteni. Hát úgy, hogy fogunk egy ilyen ruhacentit. Ugye lemérjük a kör átlóját. Az én nekem most 18 centi. Ugye ennek a negyedét veszük, már a fele az itt lenne, tehát itt nekünk a negyede kell, ami 4,5 cm, és azt be is jelölöm rajta. Egy-egy kis pöttyes sima ceruzával, ami ugye nem látszik. Visszafele úgy, ugyanúgy. Bejelöljük a 4,5 centit. Aztán, ugye ugyanezt meg kell csinálni vízszintesen is, hogy egyforma helyen legyen a szalvéták. Alapul veszük az első pontot, amit bejelöltünk, ez marad így. Ugye ha körbe tekerjük, akkor azt kell elosztani féllel, vagyis a 19 cm-t. Ugye itt azért volt kevesebb, mert a kupak részhez kijött belőle, tehát akkor itt most 9,5 centin kell nekünk. Vagyis megkeressük a jelölésünket, ahol előbb bejelöltük a 4,5 centinél, addig csúsztassuk. Ha megtalálnám, most hol van? Itt volt. Na jó. Tehát akkor először úgy csináljuk, hogy kössük össze a két pontot, hogy lássuk a távolságot. És ugye akkor innen érjük a 9,5 centit. Már is látszik, hogy 1 centivel elcsúsztam. Teljes 1 centivel. Újból ellenőrizzük a 4,5 centit, hogy véletlenül sem menjen arrébb. Lehet látni, hogy jó. Tehát itt lesz a szalvétánknak a középpontja. Egy szintelen vízbázisú díszlazúra rakom én fel a szalvétát, most, mint mindig mostanában. Ezt találtam meg a legjobb dekupázs módszernek. Rakok egy kicsit, amire tudom rögzíteni a szalvétámat. És akkor megpróbálom a szalvétának a középpontját ráilleszteni arra a pontra. Természetesen úgy, hogy fölfelálljon a mintánk. Utána az ecsetünkkel, ennél nem kell kivágni,
keresztet rajzolunk a szalvétára, és utána ezt is megfelezzük, és utána szépen bentről kifelé húzkodjuk. És akkor így egyenletesen körbe gyűrődik. Utána így körkörös mozzalattal még egyszer átkenjük. Ugye a dekopásnál mindig figyeljünk arra, hogy legyen anyag azért bőven az ecsetánk, mert hogyha nincsen és odaragad, húzza, akkor nem csak eltépheti a szalvétát, hanem a színét is szétkenheti. Tehát így ennyi, ilyen egyszerű. De ezt megcsináljuk a másik felén is. Mindjárt középre helyezzük a Mikulásunkat. Átlátszik egy kicsit a pötty, tudjuk igazgatni, hogy hol a közepe. Ez a díszlezúr nekem már kifogyóban van, de van Tesco-s is egy dobozzal, és vettem Óbisat is, biztonság kedvéért, hát ha aztán közben azt sem kap mind a Tesco-sat. Úgyhogy még van két doboz tartalékom most. Úgy. És akkor ennyi. És akkor nincs más dolgunk. Rászorjuk egy hurkapálcára. És én egy ilyen fugázó homokkal megtöltött edénybe szokom bele böködni őket szárítani. Festés után is, meg ilyenkor is. Nagyon jó megtartja, talán lehet tömködni, akár mennyit rakhatunk bele. Jó nehéz, tehát nem borul el semmiket, nagy gömböket bármit beleállítgathatunk, és akkor itt tud száradni. És akkor így csináljuk meg a többit is. Tehát, ha ilyenre ragasztunk, akkor ugye kicsit másabb lesz a felülete. Most ebből én csináltam 6 darabot, aminek kicsit olyan átlátszósabb egy rétegesből, és a többit azt ilyen fehérre fogom csinálni. És akkor innen folytatjuk majd, hogyha már mindent felragasztottam. Miután megszáradt a szalvétánk, ugye mind a két felén, a gömbünknek, fel fogjuk díszíteni gyurmával. Gyurmával könnyedén díszíthetjük, ilyen kis sablovax segítségével. Keresünk olyan mintát, ami megy a passzol a gömbünkhöz. És csinálunk frissen, ugye, ami még nem kötött meg, és még hajlékony, mozgatható. Tehát frissen csinálunk hozzá anyagot, amivel fel fogjuk díszíteni. Ugye nagyon egyszerű, ugye, akár egy ilyen kerekes segítségével is meg tudjuk csinálni. Én most a Kikben vásárolható gyurmát használom, amit ott vettem. Ez egy ilyen modell massza. 920 forint volt 1 kilós. Sajnos amikor megvettem, mindjárt vettem 10 kilót. Hála a jégnek, mert azóta sincsen. Ez így szokott lenni. Ha valamit kapunk, akkor utána eltűnik a polcokra. Ugyanígy jártunk a Tesco-s lakkal és szinterel lazúrral is. Az is eltűnt egy az egybe a polcokról, azért most váltottam az Obisra. Az is viszonylag olcsó, és nagyjából ugyanaz a minőség. Ugye a szintelen lazuroknál minél sűrűbb, annál jobb dekupáshoz. Hát az Obis lazur az elég híg, hogy úgy mondjam. Ezért én hagytam a tetejét, vagyis levettem a tetejét, és hagyom egy kicsit párologni, hogy sűrűsödjön, mert úgy sokkal könnyebb vele utána dekupázsolni. Talán ez lehet a különbség az olcsóbb és a drágább lazurok között, hogy a drágább valószínűleg sűrűbb, ez meg egy kicsit olyan hígabb. És mivel vizesebb, ezért könnyebben elszakítja a szalvétát, tehát jobban kell vele vigyázni. Tehát ennyi az egész. Ugye a maradékot mindig becsukjuk, már kiszárad. Aztán fogjuk a gömbünket sima iskolai fehér ragasztóval. Bekenjük oda, ahova szeretnénk rakni a gyurmát. Becsuktam. Jó, remek.
Ugye ez teljesen szinten erre szárad, tehát nem baj, ha megy egy kicsit máshova is, ne is foglalkozzunk rá. És fölösleget egy ilyen szalvéta maradéka vagy papírzsebkendővel el tudjuk törölni. Nem kell vastagon, meg kell csak ilyen vékonyan. Utána a mintánkat ráhelyezzük oda, ahol szeretnénk tenni. Mindig a tetejével kezdem, hogy az passzoljon, és utána illesztem körbe. Ugye ez egy sima keret minta, ami nekem pont passzol a gömbjeimhez. Egy kicsit kilátszik, az nem baj, mert le fogjuk festeni a piros. Úgyhogy ezt senkit ne zavarjon. Tehát miután körbe ráillasztottuk, akkor a széleit rányomkodjuk. És ez itt fog megszáradni. Óvatosan, hogy az a mintája megmaradjon, csak rásimuljon egy kicsit így a széle. Ez pedig ilyen szép keret lesz itt. Ugyanígy felragasztjuk ugye a másik felét is. Nagyon folyik a ragasztó. Utána egy icipicit csámpás lett. Annyira nem lehet észrevenni, mindegy, most már így van. Ezután ezzel a kis formával csináltam még ilyen kis gyurmákat. Ugye ezt is most csináltam, még friss. És ezt fogom felragasztani két oldalra. Az a lényeg, hogy lehetőleg középre rakjuk. Széleket itt is kicsit nyomjuk rá. És ugye, mint mondtam, ez itt fog rajta megszáradni. Igyekszek olyan videót felrakni, csak amit még nem mutattam. Ne ismételjem önmagamat. Persze a technikám nekem is sokat fejlődik. Tehát a tavalyi videókhoz képest a technikám már sokkal jobb lett. Mivel, hogy több mindent csináltam már azóta. Ez mindenkivel így van, úgyhogy csak gyakoroljatok, gyakoroljatok, és egyre jobb lesz minden. Tehát így néz ki, és ezután fogjuk szépen kifesteni, hogy még szebb legyen. És ezt természetesen visszarakom a hurkapálcára, és beszúrom abba az edénybe. Kicsit nehéz, majdnem elborul. Aztán csináltam ilyet,
ezt ezzel a kis rózsás sablon segítségével. A kisebbik rózsával körbe raktam itt a körömet, és a nagy rózsát pedig, ezt a nagyot, ezt ide raktam, pont körbe érte kétszer. Ezt technokollal ragasztottam fel, és látszik, hogy egy kicsit úgy megszedte a festéket, tehát sokkal jobb ez a iskolás ragasztó. Aztán csináltam olyat is, hogy erről a sablonról a kicsikkel körbe raktam. Ugye ez a kis virágos itt középen, körbe raktam vele a mintámat, és az oldalára pedig ezek csak a széleit raktam el, így egy csíkba. És akkor ilyen kis helyes aranyos lett. Ez ugyanaz, csak ugye ezzel a felső mintával, de teljesen ugyanúgy készült. Egy kicsit ugye lehet látni, hogy másabb lett. Vissza is veszem, hogy ennyi a különbség, hogy a virág mintás, az pedig a másik. És van még egyfajta mintánk. Még pedig ez, ugye ez az alsó minta, és ez is ugyanaz, csak egy kicsit másabb. Természetesen a oldalát ugyanúgy csináltam, annyi különbség, hogy ide csak két személyen díszt raktam, semmi többet. De ugye körbe lehet rakni, kinek hogy tetszik, úgy csinálja, és akkor ilyen helyes lesz. Tehát ez ugyanaz a sablon, csak három különböző mintával. És akkor természetesen hagytam megszáradni párciken. Tudom ajánlani, hogyha vannak ilyen sablonajtakat, hogy kísérletezzetek, hogy melyik hogy áll rajta. Mindegyikből lehet egyet csinálni, és rápróbálni, hogy hogy áll rajta, és akkor szerint fel lehet díszítgetni ugye többfajta stílusban. Van egy ilyen is. Erről csak a picit csináltam meg, és azzal raktam körbe az egészet. Ugye technokollal azért ott egy kicsit megszedte a festéket, de át lesz festve, úgyhogy nem számít, és az ilyen nagyon kis vékonyka kis aranyos díszítés. És erre más nem is fogok tenni, tehát ilyen is lesz. Próbálkoztam több fajtát, hogy melyik hogy mutat rajta, melyikkel jobb. Igazából nektek is ezt tudom ajánlani. Szóval ez egy angyalkás keret volt. Lehet látni, hogy azzal is tökéletesen jó, csak maga a kép nem tetszik, nekem nem igazán mutatós ez a kék. Úgyhogy valószínűleg le fogom cserélni a képet rajta, ha nem tetszik. Maga az angyalkás keret az nagyon szép lett, azzal raktam körbe. Tehát már megszáradt az összes ilyen gyurmám, mindent feldíszítettem, akkor innen folytatni fogjuk. Megszáradtak a gömbjeink. Ugye miután az egészet megcsináltuk, lerakkoztam őket teljesen. Legalább egy rétegben, attól függően, hogy milyen vastagon sikerült felvinnünk a lakkot, és raktam bele egy ilyen kis mantalba. Ugye színhez képest. És megmutatom nektek, hogy milyenek lettek. Szóval ez úgy készült, hogy a gyurmát az fehérrel festettem le magát, fehér akrilfestékkel, és ebben az antik rézzel kipacsmagoltam a tetejét, ilyen kis pamacsal. Ugye ezáltal kiemeljük a mintáját, és így néz ki. A következő, ezt antik rézzel festettem ki az egészet, és utána sima ezüst festékkel bepacsmagoltam a szélét, és ugye ez így néz ki. Ugye itt meghagytuk az eredeti alapszínét egy kicsit a gömbnek, ez az a fajta, amikor csak egyszer pacsmagoltuk le fehérre, és ezáltal egy kicsit átlátszik a piros, és ilyen érdekes mintázatot ad neki.
Elrakom őket, hogy legyen helyem. Itt az egészet lefestettem ezzel az antik résszel, teljesen. És nem is ezüsttel, hanem ezzel a fehérrel emeltem ki. Ezt is. Bocsánat, rosszul mondtam. Nem ezüsttel, fehérre van kiemelve. Az egész, ez fehér. De ugye ezüsttel is hasonlóképpen néz neki. Nem sok különbség van, és így néz ki. És mind a három ezzel a virágos sablonnal készült. Aztán virágos sablonnal készült még ez is, amit egy bronz színnel kentem be, és utána ezüsttel kiemeltem. Ez így néz ki. És ez a másik verziója, amikor az egészet lefestettem bronzzal teljesen, és a szélét azt kiemeltem arannyal. Itt is van. Kicsit nehezebb megtalálni ebbe a kupiba. Most sok minden van asztalon, mert sok mindent kellett használni, és ezt nem tudtam elpakolni. Tehát arannyal van kiemelve a bronz. Ugye ez is a virágos sablonnal készült. Aztán virágos sablonnal készült még ez. Itt az egészet kiemeltem rokokó ezüsttel, és a szélét pedig fehérre. És így néz ki. De ez másik virágos sablonnal készült, nem is azzal, hanem ezzel, méghozzá itt ezzel a résztel. És a közepén ugye csak a széleket raktam fel, és így néz ki. Ehhez a sablonhoz tartozik még például ez is, ugye itt ez a rész. Ezt úgy csináltam, hogy rokokó ezüsttel kentem le az egészet, és utána sima egyszerű ezüsttel emeltem ki. De annyira nem feltűnő, annyira nem üt el, de azért így is kiemelte egy kicsit a színét. És nagyon helyes lett. Aztán ezzel a sablonnal készült még ez is, itt ezzel az alsóval. Itt az egészet arannyal festettem le, és utána fehérrel, vagy ezüsttel kentem le. Ma nem is tudom, melyik volt, Isten bizony. De szerintem ezüst volt. Arany és ezüst. És így néz ki. Ugyanez a mintájának is. Itt az egészet kentem le arannyal, és ugyanúgy ezüsttel kiemeltem a széleket. Aztán nincs is több ebből a mintából. Csináltam olyat, hogy itt nem festettem le magát a gömböt, hanem egyszerűen ezzel az akril pasztával készült kis díszsel feldíszítettem. Lakkal simán felragasztottam rá, és utána végén még egyszer átkentem lakkal. És az így néz ki. Az ilyen egyszerű kis valami. De ez is felújítás, igazából ilyet is lehet csinálni. Ez ugyanaz a verzió, csak így gyurmát ragasztottam rá, ugye gyurma mintákat. Ez annyira nekem nem te jött be, és azért nem is csináltam belőle többet. Utána van egy helyes kis angyalkás ilyen keret sablonom. Hát ezen nem annyira látszik így. De ha így mutatom, talán jobban látjátok. Itt két angyalkával raktam körbe az egészet. Rokokó ezüsttel lekentem, és a végén fehérrel kiemeltem. És így néz ki. Igazából ez sem tetszett annyira. Nekem nem jött be, de lehet, hogy valakinek pont ez tetszik.
Csináltam egy olyat, hogy csak középre raktam gyurmát, mégpedig ennek a kisebbik részéből. Ugye pont kifért ide 4 darab, vagyis hát, hogy pont azt nem mondom, le kellett venni belőle egy kicsit, de a lényeg az, hogy 4 darabbal földíszítettem, és itt a szalvétát, ezt kontúrozó pasztával emeltem ki. Méghozzá ilyen feketével. Azzal rajzoltam meg itt a széleket. És akkor az egészet lefestettem ugye sima ezüsttel, és a legvégét azt kiemeltem feketével. Egyszerű fekete akrilfestékkel. És nem tudom hol van, megmutatnám, de itt van. Egy egyszerű sima akrilfestékkel. Aztán van ilyen leveles mintám, ennek a részét csináltam meg, és azzal díszítettem fel 2 piros gömböt, vagyis hát. Úgyhogy ezt teljesen lefestettem pirosra, egy ilyen karmin pirossal. Egészet lefestettem, és egy sima fehérrel kiemeltem. Utána itt a széleket fehérjen kontúrozó pasztával megrajzoltam. És így néz ki az egész. Ugyanez a párja, annyi különbséggel, hogy itt nem festettem be egészet, csak magát a díszt pirossal, és a többi az teljesen ugyanúgy készült, és így néz ki. Aztán van egy ilyen kis keretem, amit ugye tudunk formázni, amikor még lágy. Ezzel csináltam egy ilyen díszt, hogy ide ráraktam ezt a keretet, körbeformáztam, a szélére pedig ráraktam ezt a pici mintát, ezt. Tehát így néz ki. Ugye sima arannyal lefestettem, és utána fehérrel kiemeltem. És így néz ki. Itt is meghagytam ezt eredeti kicsit átlátszó színét. És így ilyen érdekes színe lett. Ez, ennek a mintának a nagyobbik része van itt oldalt egy szem, meg a másik felén még egy, a keret pedig ez. Ezt a keretet raktam rá. Az egészet teljesen lefestettem sima aranya, és a végén kiemeltem a fehérre. És akkor így néz ki. Ugyanezt megcsináltam ezzel, csak itt az egészet lefestettem. Nem rokokó ezüsttel, hanem ezzel a fekete ezüsttel. Igazából nem sok különbség van a rokokó ezüst és ez között, tehát nagyon nem látni különbséget. Ha így mutatom, így sem nagyon látszik, tehát ez egy picivel sötétebb, valamivel másabb árnyala, de sok különbség nincs köztük. Tehát ezzel festettem le, azzal a feketés, ezüst feketével, és akkor a végén kiemeltem a fehérre. És akkor így néz ki. Itt jönnek a kis utolsó gömbök, teljesen ugyanúgy készült, ugyanabban a 2 mintával, annyi különbséggel, hogy sima ezüsttel van lefestve, és a rokokó ezüsttel van kiemelve. Ugye az egész le van festve, kiemelve. Ez is ugyanúgy készült. Itt ezzel a mintával van megcsinálva, meg ezzel a picikével. És akkor sima ezüsttel van lefestve, és a rokokóval pedig kiemelve. És természetesen az egészet lakkozunk. Hát így néznek ki a gömbeim. Nem tudom, hogy tudtam-e vele segíteni nektek, ti is otthon bátran álljatok neki. Ha van hozzá ilyesmi cuccotok, akkor nagyon szépen fel lehet újítani a régi diszeinket, nem kell kidobálni, újat venni, hanem mindenki a saját ízléséhez mértem meg tudja csinálni olyanra, amiért ő szeretne.
És az tuti fix, hogy ilyet nem kaptok sehol a boltba. Tehát eljöttől teljesen egyedi lesz a díszletek, meg a karácsonyfátok is. Nagyon szép, öröm ránézni, és nagyon jó a karácsonyi ráhangolódásnak. Gyerekeket is be lehet vonni nyugodtan, főleg a gyurmázás részben, mert biztos nagyon tetszeni fog nekik. Szeretnék mindenkit megkérni, hogy szavazzon, hogy ő neki melyik gomb tetszik a legjobban. Most fel fogom tölteni ide a gömböket egyenként számozással, és lehet szavazni, hogy kinek melyik tetszik a legjobban. A kommentben légy szíves, írjátok oda, hogy nektek igazából melyik tetszik. Ez csak egy visszajelzés nekem, hogyha esetleg rászállnom magam és többet is gyártanék belőle, akkor tudjam, hogy nagyjából melyik az, amire igény van, ami mindenkinek tetszik, a többségnek. Köszönöm előre is a fáradozásotokat.